Sziasztok, Playforever vagyok. Ebben a videóban beszeretném mutatni, hogyan tudtok végtelen itemet csinálni Minecraft 1.5-ben. Először is kell hozzá 24 obsidian, 9 repeater, 2 redstone fákja, 3 redstone, 1 gomb, jó sok cobblestone, furnace és TNT. Egy 3x3-as lyukba belepakoljuk az obsidiant, körbevesszük, középen hagyunk egy lyukat, még egyszer körbevesszük és itt is hagyunk egy lyukat. Utána felhúzunk egy falat, ide rakunk egy redstone fákját, ide egy gombot. Ide egy redstone-t, ezt körbevesszük. Ide egy fákját, ide egy repeatert, amit kettesre húzunk. Ide 4 darab repeatert, el és vissza. Ezeket teljesen felhúzzuk. És összekötjük. Ennyi is lenne a szerkezet. Ez a fákja pár másodpercre aktiválódik. Ide rakunk egy TNT-t, ide egy furnace-t. Hogyha ezt a gyémántot berakjuk ide, és rákattintunk a gombra, akkor a TNT aktiválódni fog, és abban a pillanatban robban, amikor ez a fákja piros lesz. Amikor piros lesz, rá kell kattintani egyet a végteleníteni kívánt itemünkre. Ebben a pillanatban, hogyha jól csináltuk, akkor 2 darab itemet fog kidobni. Az egyik lesz a kép, vagy nem tudom, hogy mondjam, a másik pedig az eredeti. Inkább nézzétek. Hát ez most éppen nem sikerült. Itt is van a 2 darab gyémántunk. Ez a gyémánt, látjátok, ez normális, jobb klik, kattintgatok, nem csinál semmit. Viszont itt egy másik, amivel akárhányszor kattintok, mondjuk itt 111-szer, végtelen mennyiségű gyémánt blokkot, vagy gyémántból kraftolható dolgot tudok csinálni. Látjátok, ezt le is rakhatom. Fel is szedhetem, és még több gyémántot csináltuk belőle. Be is mutatom még kajával is. És itt a búza is. Végtelen búza. Csináltok belőle kenyeret, meg is ehetem. Ennyi is lenne a videó. Kösz, hogy megnézted, remélem segítettem. Sziasztok!